És most tisztelt egybegyűltek színpadra kérem Orbán Viktort. Kedvenc politikai filozófusom, egy bizonyos Rocky Balboa azt mondta, mindig a végén van vége. Igazából hallgassunk rá. Mit gondolod, hogy mi fog történni, hogyha vasárnap veszít a Fidesz? Nem fog veszíteni. Én szerintem nyerni fog a Fidesz. Hát én ezt nem is vonom kétségbe. Úgyhogy én nekem minden gondolatom, hogy győzni fognak. Szomorú lennék. Nagyon szomorú vége lennék. Az országnak. El akarják venni az országunkat. Nem hagyjuk! Idegen érdekeket kiszolgáló ellenzéki pártokat akarnak kormányra juttatni. Idegenek zsoldjában álló ellenzéki politikusoknak akarnak hatalmat adni, hogy aztán lebontsák a kerítést, és elfogadják Brüsszel kezéből a kötelező betelepítési kvótát, így Magyarországon bevándorló országgá alakítsák, majd kiszolgáltassák megbízói pénzügyi és hatalmi érdekeinek. Nem engedünk be migránsokat. A fején csador lenne magának is. Miért? Tessék? Miért gondolja? Valószínűleg kaptam, hogy a bevándorló. Az unokáimra gondolok, hogy azoknak milyen jövőjük lesz. Mert nekem már mindegy, nyugdíjas vagyok a pár éve, mert már kibírom. Itt vasárnap nem 4 évről szól ez a választás, hanem sok-sok 10 évről. Azt, amit ők meg tudtak csinálni Magyarországnak, és mivel a tisztességnek és a becsületnek nincs alternatívája, én azt hiszem, hogy ezt az országot csak felemelték. Németországban naponta 10 nőt erőszakolnak meg. És ezt honnan tudja? Hogy honnan? Különböző. Médiától. A választási kampány tökéletesen fölösleges a kormányzó párt részéről. Mert mi más volna igazabb és igazibb, mint maga a kormányzás, annak teljesítménye, vagyis maga a valóság.